Kedves nézőink, a mai nap folyamán utoljára jelentkezünk be élőben, innen a Fit Arénából, az év legfittebb napján, amely idén is hatalmas siker volt, hiszen több ezeren látogattak ki már most ide a Papp László Budapest Sportarénába, és természetesen még mindig várjuk a kedves érdeklődőket. Hatalmas a hangulat, tényleg óriási élmény itt a sportolók között, a fittségre vágyók között sétálgatni, sportolni. Na de akkor most térjünk vissza az indoor cyclinghoz, mert hogy így kezdtük a napot, és egy visszatérővel folytatjuk, hiszen Somogyi Dia teker már elég régóta. Azt látom, hogy a kerekezés jól megy, a gyerekezés hogy megy neked így fél év után már? A gyerekezés jól megy, ő az én biosúlyzó, mint 4 hónaposan. Az adagot hétről hétre változtatjuk, úgyhogy az a része megvan. A kardioedzésekben majd, ha elindul, akkor majd rohangálok utána a tekerés mellett. Amúgy mennyi idősen lehet szerinted egy gyerek mellett elkezdeni bármiféle sportot űzni? Természetesen függ a szoptatástól, mert addig nem ajánlott, nyilván az edzés, a terhelés, az izzadás nem tesz jót az anyatejtermelésnek, de utána, amikor már mondjuk az illető nem szoptat, akkor szépen, csendesen, én egy 2-3 hete próbálkozom ezzel, de amit látszik, még nem teljes sikerrel, tehát azért még vannak oxigénhiányos pillanataim. És mikor térsz vissza? Nem tudom, ezt majd Emma baba eldönti, de egyelőre teljes napomat és hetemet és hónapomat lefoglalja, úgyhogy egyelőre csak csendesen tekerek és majd eldönti. Köszönjük szépen, akkor jó tekerés neked, kedves nézőink! Önök pedig remélem élvezték a Fit Arénát, és a továbbiakban is élvezhetik, hiszen a www.telesport.hu oldalon ilyen még nem volt. Egész nap élőben közvetítjük az eseményeket, szóval érdemes rá kattintani, és érdemes rá kattanni a sportos életmódra. Viszontlátásra! A közvetítés támogatója a Spár Magyarország Kft.